Sziasztok, én Peter Nos vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval. Igazából MTA-s videó lesz. Richard Pier City-re föl fog menni, egy kicsit adminkonni. És meglássuk, hogy mennyi PM, és mennyire fogjuk pírni. De igazából biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogjuk pírni. Szóval akkor menjünk is fel. Ja. Tudod, hogy fogjuk pírni, vagy nem tudom mennyien vannak fönt, de szerintem egy 10-nél többen fönt vannak, szerintem én személyes véleményem szerint, de nem tudom biztos, nem tudom. Ne képzeljétek el, velem történt egy incidens, igazából. Hát igazából gondolkodtam, hogy R6-os videó is lesz, vagy lehet, hogy mondtam is valamelyik videóban, nem biztos. Hát sajnos valami szerencsétlenség által nem tudok sajnos játszani a örökké, lehet így is fogalmazni, mert ja. Nem tudok játszani, mert állítólag kibannoltak örökre, mert igazából nem láttam időt, vagy nem küldtek volna e-mail címemre, vagy nem küldtek olyan izét, hogy egy hónapra vagyok kibannolva, vagy ilyesmi. De mindegy, és állítólag az volt a indok, hogy láttam, hogy cheat. Na azt értem. Nem mondom őszintén, hogy nekem az a Steam-es fő akkom, hát hogy is mondjam, konkrétan tény is való, a Chigo-ból ki vagyok bannolva, Antonetből ki vagyok bannolva. Chigo-val azért meg igazából tököm tel volt, nem mondom őszintén. Nem, ez a legelső hackelős fiókom volt, de akkor azért, mert igazából ki akartam próbálni, hogy milyen játékokban, Chigo-ban milyen jó csalni, meg kipróbáltam. Sajnos megjártam azért, szóval abbahagytam most ez így a hackelés meg minden. Utána, kicsit fölbasztam igazából, a Chigo-n az még nem basztam fel akkor meg magamat, de Antonetben azért, mert állandóan vagy hackerek voltak, jöttek be, ugye volt egy szintél egy szerverem, ja szintale, Y-nal, I-betű helyett Y van, szintél kettőm, PI pálya volt, Antonetben volt ez igazából, ahogyha még nem mondtam, mindegy, és akkor azon a szerverem fönt voltunk, volt egy olyan James, meg valamilyen társa, és konkrétan azt csaltak, nem tudom milyen hacket csaltak, de nem basztak ki konkrétan, elnézést a csúnya szóért, nem dobta ki a szerver őket, vagy őt, már igazából, ja mind a kettőn igazából haverja is. Hú, én igazából egy pár hónapig, mondhatni így is, bírtam tőli gyűrődést, nagyon megfogtam magam, és letöltök egy hacket. Még igazából nem bírom azt elviselni, hogy konkrétan azt nem bírom tényleg, de tényleg nem bírom elviselni, de igazából hiába már úgyis wipe-olták a szervert, azt a szintér kettőt meg elég szar lett, de mindegy. És ugye kibannoltak, ugye egy pár percig tudtam figyelni, utána egy figyelmeztetést kaptam, utána végre ki voltam tiltva. Avúgy semmi gond. És akkor így ki lettem tiltva, és ugye és úgy volt a második kitiltásom azon a szerveren. Vagy nem ezen a szerveren, hanem hogy is mondjam. Mi az már? Hogy elnézést hogy ezt a zenét kell hallanatok, csak hát ez van beállítva. Igazából akinek nem tetszik, az lapozom tovább. De mindegy, lényegtelen, és ugye akkor volt meg a második faszkitiltásom, ha mondhatni így is, hogy is mondjam. Ja, ez volt ugye a második faszkitiltásom az ével. Antonetben már, szóval már két faszkitiltásom volt akkor. Nem így, rendben, oké, mondom, rendben, de azt most azt sem értem amúgy, hogy a R6-ból miért lettem kibannolva, örökre igazából. Nem az, hogy egy pár hónapra vagy valami, mert akkor azt igazából mondtam volna, akkor nem lettem volna annyira ideges. De akkor is ideges lettem volna, mert akkor is mi jogon bannolnak ki engemet? Nem csináltam még bannolni semmit. A mai Prime-ba konkrétan meg is lehet nézni, hogy semmit nem kapcsoltam be. Légvilágon semmit nem kapcsoltam be. És nem is használtam. És milyen, valamikor milyen bénán lőttem amúgy. A mai Prime videóba. Vagy Premiere videóba, bocsánat. Ezt nem értem. Igazából meg hogyha csalnák is. Jó, vannak olyan magyar videósok, meg angol videósok, akik... Bocsánat, hogy pittyogat, csak elfelejtettem bekapcsolni a övemet. Mindegy, vannak olyan videósok, magyarok meg angolok, hogy levideózzák a játékot, hogy közben csalnak.
Vagy tudjátok, remélem értem, mert bocsánat, csak este van, és így... Hát... Este van. És akkor igazából az volt az a legnagyobb probléma, elmondom őszintén nektek, hogy tényleg nem is értem, miért bannoltak ki. Mert hogyha én nem vagyok olyan, hogy meg alapból minek vegyem föl azt a olyan játékvideót, amiben csalok. Mert igazából én általában én videón kívül szoktam. Mert igazából igen, bevallom, én az értelemben nagyon sokszor csaltam játékokba. De hogyha R6-ba, meg voltak olyanok is, meg a nagy semmét kibannoltak, kivacoltak, Cségóból is. Cségón is nagyon sokat hackeltem, de azon a karakteren nem. És azt se értem egyébként, hogy azon is miért bannoltak ki. De már nem tudom melyik ak volt, elmondom őszintén, mert elég sok van. De annyit tudok, hogy hát szerintem a Duty Mester 40 azóta felhasználom igazából. De az igazából bannolták, szóval. Nem adom meg, mert az itt vannak ott is fizetős játékok, más videó GTA. Hát igazából szóval, ja. Voltak nagyon-nagyon durva dolgok, elmondom őszintén. Szóval, ja. Elég durva gáz, nagyon-nagyon gáz volt. Igazából az a nagyon gáz szituáció volt. De hogy most, ezzel még gázabb, hogy a nagy semmét kibonnolnak. De amúgy most egyik havarom, a Krisztián, beszélgettünk erről, és azt mondta, ő szerinte rossz ember bannolta ki. Tudom, hogy nem egy nap alatt, vagy hát igazából 5 órája akár, vagy ilyen 16 óra valahánykor kaptam meg, hát igazából már lehet, hogy legalább egy 7-8 órája van, mióta már küldték, de mindegy. És akkor küldték egy olyan esemet, hogy kibannoltak meg minden, de amikor néztem legelsőnek a telefonom üzenetemet, mert láttam, hogy küldtek üzenetet. De rá is mentem, de végig nem olvastam el, láttam, hogy R6-os, de gondoltam DLC, vagy valamelyik frissítést akarnak, vagy jött be. De nem. Hazajöttem, mondom, akkor ez nagyon furcsa volt meg minden, közben meg azt küldték el, hogy álltok. Kivattam bannolva, de még hogyha csúnyán is beszéltem volna a játékba, és ha az miatt bannoltak volna örökre, akkor is ideges lettem volna, mert miért bannolnak ki, hogyha csúnyán beszéltem. Ez igazából felesleges, vagy nem olyan nagy hú, de nagyon nagy dolog, hogyha valaki csúnyán beszél igazából. Max lenném itt csak chatról, vagy letítsák chatról, vagy tök mindegy. Ja, chatről igazából, meg a voice-ról. Vagy nem tudom, valamit megoldják, de hogy ezért pont, hát ez egy kicsit furcsa. De mindegy, de akkor se, nem cheat. De általában elmondom őszintén, hogy gondolkozok rajta, meg amikor megfordul a fejemben, jó, akkor letörök cheatet, meg minden. De most is, egy jó pár szó mondom, ma is Cségóba, amikor le kell tőlem sajnos a videót, de mindegy, lényegtelen. És igazából, hogy is mondjam, akkor is mi az már, hétlen akartam volna mondani, az ami nálam nagyon szokás általában, szóval bocsi srácok, majd elmondom, hogyha eszembe jutott. De egy lényegtelen is, akkor is mi jogon amúgy bannulnak ki igazából, amit nem csináltam, vagy amit nem igaz, inkább úgy mondom. Meg amit nem csináltam természetesen, nyilvánvaló. Igen. De igazából meg lehet nézni a mai Prime-ot, hogy ott semmit nem használtam konkrétan. Vagy lehet, ha bár hülyeségnek tartom azt, hogy ugye a Mesteremcén használtam, tegnap, vagy a mai Prime-on ugye a Mesteremcén használtam autoclickert, mert most bevallom, hú, de nagy dolog. Tudom, hogy az is csalás, és én pont mondom, hogy hát nyilvánvaló, hogy kibannoltak, de igen, de Mesteremcén meg a R6 között szerintem más van, mert biztos, hogy valaki megtámadna azért, lehet, hogy azért bannoltak ki, mert ugye csaltál Mesteremcébe. Mesteremcé, ahogy mondtam előbb is, Mesteremcé meg a R6-szent, vagy Rainbow Six is más szóval, tök különböző. Nagyon-nagyon különböznek egymásba. Szóval nem értem. De mindegy, lényegtelen. De azért elmondom, az a biztos. Ne kövezzetek meg ezért, mert... Hát... Igazából elmondtam, mert aki biztos, hogy nem tudja. De mindegy. Igazából ki lettem bannolva. Igazából, ahogy én személyes véleményem szerintem örökre kibannoltak. De hogy miért? Az nem tudom. Még igazából, hogyha föltörték volna a fiókomat, akkor a színfiókomat, akkor... Steam Guardot kaptam volna az IMI címemre, ugye azt meg kell adnom olyankor, hogyha már új eszközön lépnek be, de nem kaptam olyan üzenetet, meg igazából, hogyha mondom azt, hogy most tegyük fel, lenne egy új gépem,
utána mi nyárpézzünk, még nézegetünk dolgokat, meg minden. Meg alapból is, hogyha, őszintén, hogyha lenne egy új gépen, és utána, és a, megszerzném a azt a karaktert, már szóval a FSG Duty mestert, hogy is mondjam, ja, megszerzném azt a fiókot, bejelentkezik, meg lenne sikeresen blablabla, Steam-en sikeres volt sikeresen elindítottam azért, a R6-ot, akkor is még pluszban be kell jelentkezned a Ubisoft fiókodba, hogy ott is megerősítsed, vagy azt nem vagyok benne biztos, de akkor is be kell jelentkezned a Ubisoftba. De ott se kaptam üzenetet. De és hogyha lehet, hogy hülyeségnek tartom ezt, vagy hülyeség lesz, és ezért se kövezetek meg, e-mail címem által lépett be a fiókomba, vagy nem tudom, én ezt is kinézem, elmondom őszintén nektek. De tényleg, elmondom őszintén. Szóval nem tudom, hogy mi által, de akkor se kaptam üzenetet. Mert most, hogy eszembe jutott, most lehet, hogy az is az a nagy probléma, az is lehet a probléma, hogy nem izélt, hogy is mondjam, hogy bejelentkezett a e-mail címembe, de és amikor megcsinálta ezt a dolgokat, akkor kitöltött üzenet. De akkor is megkaptam volna, hogy legalábbis én a telefonomon. Szóval azt nem értem. Szóval nem tudom miért, nem tudom, konkrétan nem tudom, hogy most izé miért lettem kibannolva. Remélem vissza, amúgy írtam nekik, remélem visszaválaszolnak a Ubisoft, és majd meglássuk. Küldtem is videót, ja, mai premiért el is küldtem konkrétan, és hát azt nem mondtam meg a viszont, hogy is mondjam, hogy mikortól kezdődik a Cségó, vagy a Cségó már, amiket beszélek, majd Cségóban is lesz videó, mindegy, hogy mettől kezdődik, vagy honnan kezdődik a R6-os videó konkrétan, amúgy, nem tudom. De hogy milyen csalást használtam amúgy őszintén, mondja már meg valaki. Már amúgy egyik havaromnak még mondtam is, hogy megkértem szépen, hogy nézze meg honnan, vagy igazából akár amikor lesz ide, nézze meg azt a kis részt, hogy szerinte csalok, vagy valamit bekapcsoltam. Mert legalább elmondom őszintén, én megnéztem, és én nem láttam semmit. Szóval ezt nem értem. Vagy én nem néztem volna, és lehet, hogy mégis hackeltem volna. Nem tudom. De én megnéztem, és biztos vagyok benne, a két szememmel láttam, hogy izé, mi az már. Nem csaltam. De tényleg nem csaltam. Mert tényleg eszembe jutott az is, hogy lehet, hogy izé, nem emlékszek rá, meg nem normálisan néztem meg. De lehetetlen, mert nem, egyszerűen nem csaltam, és normálisan megnéztem. Még kétszer is. Mert elsőre azt tényleg kicsit belepörgettem, meg minden, mert kicsit unalmas volt azért mégiscsak, meg ideges is voltam. Meg a másik meg, de inkább megnyugodtam és rendesen megnéztem. Oda pörgettem, amettől elindítom még a Steamen is a játékot, onnantól megnéztem, és semmi olyasmi nem volt. De mindegy. Szóval ez történt velem. Na úgy kitettem egy új videót, remélem, hogy megnézitek, nagyon sokan. Lájkoljátok és iratkozzatok el mindenféleképpen. Köszönöm. Na mindegy, akkor vágjunk is bele ebbe a mai MTA részbe. Elnézést, hogy egy csomó időt elpofáztam ebben. Igen. Na, viszont, hányan vagyunk fent? Öten vagyunk fent, igazából mind a négy emberkére szépen rá fog gotózni. De, hoppá, csatoltam magamat, igen. De, hoppa, na. Jó, szépen elmegyünk a házamhoz. Ugye a Richard-t nagyon ajánlom nektek konkrétan. Meg elnézést ezért a hangos szirénáért. De nagyon ajánlom nektek a Richard-t. Nem azért, mert a földmi vagyok, mert egyszerűen nagyon jó szerver. Nagyon jó szerver. Én, mert nekem semmi panaszom nem lehet rá. Mert hogyha lenne is, akkor szólnák a Vajdának, vagy Olivernek, már szóval a valamelyik tulajnak, és megcsinálja. Konkrétan. No rendesek az adminok, amit meg is mondtam a bemutatkozós, a szerver bemutatkozós videóba is, hogy nagyon normál, minden, az egész a játékosok normálisak. Vannak azért, vannak olyanok, akik non-RP-znek meg, trollkodnak, hogy feljönnek, például sanyáznak, vagy egy darabig játszanak, és amikor valami nekik nem tetszik, akkor bebörtönözzük, akkor főképpen fölidegesítjük, PM spamelnek, azt írják, hogy például
kurvanyáznak, vagy igazából valami. Szóval igen, szokott ilyen lenni. De csak kiszoktuk, vagy legalábbis a túl kiszokta tiltani, vagy a szuperadmin. Hát még nem, nálam még nem került sor arról, hogy kitiltottam valamelyik gyereket. Még talán még kirúgni se, tudom, megtehettem volna, de inkább megvártam még, hogy többen is lássák, hogy mit csinálnak, és utána. Legalább, hogy több tanulm legyen, hogyha netalánta annak a illetőnek, akinek hát, hogy is mondjam, ja, annak a illetőnek, aki bajba van, hogy ott hív több haverokat is, hogy nem igaz, például 5v1, hogyha így is lehet kifejezni, hát akkor én igazából nagy szarban leszek olyan szinten, ha így is lehet fogalmazni, mert akkor 5 az 1 ellen azért mégiscsak a 5 emberre szavaznék, hogyha az a hibás. Szóval, nem mindegy, akkor menjünk így gyorsan a házunkhoz. Igen, elmúltam a házamat, mert ez nem olyan, mint a internetből, hogy kirabolnak, kirédelnek, vagy ilyesmi, szóval megmutatom a házamat. Igazából már nem az a nevem, hogy John Edward, mert igazából beléptem egy frakcióba, a Yakuza frakcióba vagyok per pillanat, és igazából azt is elmondom, hogy nem olyan rég volt admin TGF is, vagy igazából elmondom őszintén, hogy azt nem tudom, de a frakció TGF az szerintem mindig van. Csak igazából majd a Discordon is megmutatom, hát elmondom itt is, de megmutatom Rizsnek a Discordján is, hogy kiket kell per pontosan felkeresnetek. De amúgy itt is elmondom, Pandát meg Snappit, Snappy, két Y-nal a végén, és igazából hogyha ezt a két gyereket felkeresitek, akkor ott, hát igazából ők intézik, a Panda meg a Snappy intézi a frakciókat, én igazából innen, hoppa, majdnem megfulladtam, én általában, hát ja, én csak a interjúkat, ja igen, igen, én csak a interjúkat végzem, de hogyha nagyon, ha megkének engemet, akkor még igazából frakcióba is teszek be embereket, de akkor, hogyha ők szólnak nekem, hogy tegyem be, mert ugye ők intézik a frakciókat. És igen, mindegy. Akkor menjünk kicsit föl. Szóval ezt megmutatom tényleg a házamat. Ez frakció autó, szóval, de igazából most nem fog senki megkövezni érte, hogyha én házomba teszem el, mert nem el én nevemem van, mert egy Ferrari is sincsen a nevemben, hogyha netanta azt mondja, hogy valaki, hogy hát bebúrtam magamnak, vagy elloptam magamnak. Nem, igazából ezt lehet ugyanúgy hívni. Ott van a frakcióban is, hogy ott vagyok. Hát igazából én alliter vagyok a frakcióban, mert ja, alliter vagyok. Mert és igazából, hát líder, hát úgy tettem magamat be, hogy lídernek, de úgy szóban alliter vagyok, vagy nem tudom, hogy mondjam el így. Szóval értitek. Szóval az lesz, nagyba. Hát igazából most megyek, hogy is mondjam, ja, megyek izélni, letenni az autómat, per pillanat. Igen, ahogy lássátok, ez a uncsitesomnak a háza, Jutó, Akati, vagy Akita, ja, Jutó Akita. Az ilyen, igen, japán név, ugye Yakuza, ugye tudjátok a labból is, hogy az japán, hát inkább, hát kínai meg japán igazából frakció az. Hát igazából itt hirtelen meg nem mondom, hogy hirtelen nem jut az eszembe, hogy mikkel foglalkozunk per pillanat, de hogy is mondjam, dolga szerintem az biztos, meg fegyverekkel igazából. És azt is elmondom, hogy mert úgyis meg fogjátok tudni, van fegyver NPC, de az senki, meg semmilyen admin nem mondhassa el, mert igazából, hogy is mondjam, mert azért mi kapunk, meg hát igazából ti is kaptok. Szóval, ja, igazából a frakció líderek azt tudják, meg ja, frakció lídereknek el lehet állítólag mondani, ha jól tudom, nem akkor a valamelyik riches admin, vagy a tulaj például nyugodtan, Vajda vagy Olivier nyugodtan leírhassátok, hogy nem igaz, de mindegy, és igazából, ja, hogyha IC, vagy a, ja, IC megtalálod a NPC-t, akkor semmi gond, igazából, de a semmilyen, még egy kis nyomot se adhatok konkrétan annak, hogy, ja, semmilyen nyomot nem adhatok, hogy merre van LF-be, vagy LV-be, vagy akárhol, nem adhatok semmilyen információt.
Meg nyilvánvalóan nem fogok elmenni a videóba a fegyver NPC-hez. Amit... igen. Nem mindegy, hát igazából nem ez a ennyi autó, mert igazából még a többi az... a... mi az már vagyonban van. Még mindjárt meg fog... hát, ja, meg fogok mutatni szerintem. Igen. Igen, ezek vannak. És, ja. Na, szóval... Igazából nem mutatom meg, most nincs kedvem. Nem, amúgy tényleg ennél van több autóm is, csak igazából nincsen lehívva. És vagy bent van, vagy igazából el lettek teleportálva, de azért is, mert igazából... hát nem tudom azt, igazából elmondom őszintén, de pedig leparkoltam őket, nem mindegy. És igazából... akármilyen intiket lerakok, de általában olyan intiket szoktam lerakni, például mondom ennek, ilyen háznak, hát ilyen ház, mi az már, ilyen interjú nincsen, ami a háznak a külseje. Szóval mondom azt, hogy ilyen luxus háznak, mondom azt, hogy jaj, ilyen interjúr van. Ilyen interjúr van, ilyen luxus. Hogyha külső luxus, akkor nyilvánvaló, hogy belül is luxus legyen igazából. De hogyha például ilyen csuma ház, mint az, akkor nem tudom milyen, hogy is mondjam. Nem tudom akkor, hogy közben írnak is, igen, bocsi. Hogy is mondjam. Nem tudom, hogy itt például milyen interjúr van lerakva. Jó van, engem az nem érdekel, kinyissuk most. Hát igazából elmondom őszintén, hogy a rendes háznak, hát nem ilyen kell, hogyha van egy kis emelet rajta, akkor nyilvánvaló, hogy lehet ilyeneket tenni, de egyébként ilyen kis sima háznak általában hát olyan interjúr szoktam lerakni, amilyen a ház külseje. Vagy hogy nem tudom, remélem értitek. Már szóval én azt mondom most például, hogy itt van ez a ház, mondom. Itt van ez a ház. Na, ez emeletes ház, és például... hát ennek igazából úgy olyan sima interjúr nincsen, szóval... úgy fél luxus házat csináltam. Már szóval egyik tulaj is mondta, ez fél luxus ház. Például ez egy emeletes ház, és igazából... mondom, bemegyek. Jó, nem leszorom most, elnézést. Csúnya szóért, hogy bonzába, de... semmi kárt nem csinálok, nem töröm a semmilyen interjúr, nem mindegy. Például ez emeletes ház, a külseje is, meg belül is lehet látni, hogy emeletes, szóval, ja. Hát hogy is mondjam, ja, igazából. Garázs, meg ilyen normál garázs szoktak általában, mondom azt, hogy, ja, ilyen, a normál garázs ilyeneket szoktak. Ilyen nagyobb garázs, amilyen, ilyen nagyobb a garázs ajtaja, az általában ilyen nagyobb, ilyen olyan, hasonló, mint olyan, mint hangárt akarnák. Ha ja, hasonlít a hangárra, olyan, általában olyanokat szoktam. A frakiknak olyanokat szoktam, hogyha például kell. De általában... ja, ha jól mondtam, a frakiknak olyat szoktam, meg olyat fogok is, és igazából meg ugye bizniszeket. Szóval, ja. Igazából velem, engemet bármikor meg lehet találni Discordon. Igazából, hogyha beléptek a Discord szerverembe, akkor megtaláltok olyan néven, hogy FSG Duty Mester. Igazából két tulaj van, egyik FSG Duty Mester, a másik FSG Duty Mester 2. És az azért van, mert hogyha netán letiltsák a Discordról a fiókomat, akkor ott lesz a FSG Duty Mester 2. Mert az is tulaj. Szóval igen. És igazából megtaláltok azon a néven is, igazából... mindenféleképpen lehet velem jönni hívásozni, játszani is, beszélgetni is igazából, ja. Meg igazából nyugodtan privátban rám lehet írni, hogy tegyek le ilyen interjúrt, vagy olyasmit. Szóval nyugodtan, bátran írjatok nekem. Nem mindegy, ja, igazából egyik gyerek írt is. Na, hoppá. Fotó 2. Ja, hogy fotó 2, hoppá. Goto 2. Igen. Frakciós autó. Nem tudom mi ez. Gondolom ilyen gazdag frakció lehet. Amúgy ezt a... hogy ezt a részt el is felejtettem konkrétan. Ez milyen durva.
Jó. El is feltettem ezt a részt amúgy. Közben ez is ilyen gazdag negyedféle. Vagy ja, abszolút lehet így is mondani, csak erre nem is jártunk amúgy. Ahogy utasommal elpézve természetesen keresztünk egy házat, és odaadtam neki konkrétan. De azt nem elpéztük le, hogy a... Vagy hát igazából, ja, nem elpéztük le. De hogy is mondjam, leerpéztük, vagy hogy is mondjam, IC-n kerestünk házat. Szóval, ja, nagyba. Hát igazából nem tudom, hogy meddig lesz ez a, hogy is mondjam, ja, meddig lesz ez a izé, hogy is mondjam, videó. Hát igazából már csak négyen, hogy is mondjam, rajtam kívül hárman vannak fönt. Szóval, ja. Itt igazából most mit is akartam mondani? Per guard help. Ó, értem. Most már legalább működik. Meg igazából eddig nem tudtam, hát szoktam olyan kérdéseket tenni, hogy hogy lehet például lecsukni a vizéket, hogy is mondjam, mindjárt mondom, a motorháztetőt. Igazából azért szoktam megkérdezni, mert lehet, hogyha ez most a újra nyílt a rist, és lehet, hogy vannak változások, amiről én nem tudok sajnos. Szóval, tudom, meg lehet nézni a Discordon is, de hogyha általában nem látom, mert szokott olyan lenni, hogy nem látom, és nem megyek például meetingre, vagy ilyesmire, vagy olyan fontos ügyre, akkor általában azért szoktam megkérdezni. Inkább, mondtam is Vajdának, én inkább mindent megkérdezek ívélag, ami baj van, hogyha vagy valami kérdés lesz. Vagy hogyha hülye kérdés is, vagy akkor is inkább mindent megkérdezek. Szóval azt szoktam, az jobb is, hogyha mindent megkérdezel többször is. Tudom, hogy lehet, hogy a másik ideges lesz, de ez megéri igazából. Na, hát igazából, hogy is mondjam. Nem tudom, hogy most meddig kell várnia. Leírni, vagy mikor fogja leírni, elmondom őszintén. Ezek szerint egy kicsit sokáig fog tartani, ez az egész. De úgy látom, a másik kettő az el van. Ja, el van, ahogy látom. Az a Nicola Verde. Oké, meg a Clyde Lewis. Szóval, ja. Use your eyes. Akkor le. Meg inkább nem akkor. Mikor fogod ott leírni? Na megkérdezem, hogy mikor fogja leírni. Where you hear that? Igazából ennyi ideig, mert legalább hogyha még egyesével is nézi a számokat, akkor legfeljebb egy perc. Jó, annyi se szerintem. Vagy nem tudom, mit csinál. Mi van? Micsoda? Ezeket hív. Tudom, hívjam. Nem bírok írni. Ez szokott jelenni. Ezeket hívjam le. Lehet, hogy hülye kérdés lesz, de inkább megkérdezem. Az biztos. De hogyha normálisan... Oksa. Azt mondta, hogy getteljem le ide. Szóval én most... Per get car... igen, hangosan szoktam mondani, szóval ezért is elnézést is kérek tőletek. Hát igazából ez nem frakis frakcióautó, vagy lehet, hogy nem azt írtam úgy. 7, 8... 16. Igazából kérek szépen, arra kérek titeket, hogy ezeket ne hívassátok le. Igazából úgyis meg lehet nézni. Szóval meg lehet nézni, hogy nem az, vagy ilyesmi amúgy. Rendben. Addig így le melyik autókhoz kell kulcs. Na mindegy, ott tudtunk, 8-26. Oksa, mindjárt csak lehívom. Jó. Gyors. Opa. Gyorsan őket. 8-26. Vagy pörös még egyszer kiírod. Kiírod az diket. Mert ugye eltűnt.
Remélem érti, hogy mire gondolok amúgy. Ó, köszönöm szépen. Szóval... De te, ez nem úgy, de tényleg ez nem frakciós amúgy. Úgyhogy semmi probléma, hogy eddig írta, csak... Hát nem tudom, hogy miért írja eddig, de ahogy látom most már tudom. Egyébként. Olyan jó fejes srác ez amúgy, nem bunkon válaszolt szóval. Jó fej tényleg. 8-26 vagy... 14. Ez rossz autó volt. Hát rossz autót hívtam le. Öt, 8-16, 9-14, 9-14. Általában így, hogyha mondom, akkor sokkal jobban tudom, hamarabb, meg gyorsabban tudom beírni. Én úgy vettem észre igazából. 8, 5, 8, 2, 5, 8, 2. Oké. Mondom. Igen. Húsz. Négy, kenten. Hat, kilenc, nyolc. Hét, hét, öt. Vagyok, hogy ez nem volt, nem történt semmi, 21, 56, ja, addig benyom, mindegy, 21, igen, szóval szoktam, mi az már, szoktam izéket, hogy is mondjam, szoktam máshogy mondom, például 21-56, így könnyebben tudom beírni. Általában akkor észbe kapom, hogy akkor még egy egyes kell például, vagy valami is, akkor, ja. 21-56, 11-57, 57. Hát, 15-57. 11.57, 11.73, 73, igen, 73. Ó, oh, de megijedtem. Kicsit sok autója van amúgy, egy ilyen kis, jó kis ilyen kígyó, hogy is mondjam, forrázébe, csíkba húzom, hívom le autókat. Mi volt? 73 volt, és most jön a 21.2.12.66. Na már szóval, 66-ot mondtam? Igen, 66. Hát ez levegőben van, akkor szerintem a kézfékbe van húzva. 266. 5. Mennyi volt? 5.35. 5.35. Várjál! Jól ültem be? 5.35, 21.5. Igen. 23.46. 23.46. Ja. Na. 46. 35.55. Ma milyen még beszél? 33.55. 33.55. 68. 94. 4.14. 4.14. 5.18. 5.18. Meg igazából hát úgy végig 23-as a számuk, ahogy láttam. 5.18,
Négy... Micsoda? Várjál. Na, ugye a 94-et írtam. És 417-et. Vaja. 414-et írtam. Jó, 417. 417. 518. 518. 6. 6. 3, 1. És végül 6, 7, 6. Ennyi. Ennyi lenne. Mindjárt jövök. 2 perc. Egy pillanat is jövök, srácok. Egy pillanatot kérek tőletek. Srácok. Na, akkor... Micsoda? Nem értem amúgy ezt a gyereket amúgy. Most pár pillanat így... Iszki... Sziszki szuper fekete fehér... Sárga szuper fehér... Én nem értem úgy, hogy a gyerek mit mondott. Szóval... Hát inkább... Vagyjuk úgy, hogy nem hallottunk semmit igazából. Mindegy, majd rám ír. Per Otto 1. Hali. Jaj, nem csak gondoltam, hogy... rád nézek. Ja, meg benne vagy a videómba.
töm. Hát igen, láttam meg sajnos ezt a videót, és igazából nagyon sok embernek fantáziája az egy kicsikét jó, és kicsit elszakos a bégót felhoztam. Nagyilag, mondom én, mindegy, most igazából nem fogok inkább. És mit akartam mondani? Várjál, Csati. Saját csatorna, igen, Ctrl-C. Betegek már, te Isten. Tessék, és amúgy a gondok, a videók alá betettem a DC szervernek a bocsia, hogy így betűdöm, csak meg visszaolvasom, akkor így nekem is sokkal jobb. Nem, ezt nem írom. Ezt nem írom. Tessék, amúgy, ha gondolod, hogy így adottam a tészés szorom. Na, ha... Hogy... Á, írom azt neki, vagy ne írom neki, szerintetek mi legyen? Nem mindegy, hát úgyse vagyok élőbe, szóval kell. Hát szerintem, elmondom a én személyes véleményem szerint, ahogy látom, meg is találta, rendben. Legalább biztos, hogy fogja látni, szóval nem írom. Köszönöm szépen. És amúgy majd... Dobbs. Ideóim. Ja, én megint túl. Ja. Még kezdő vagyok. De... Igen, nem itt törekszek arra, hogy még kezdő vagyok, de már törekszek arra, mint állat. Hát remélem azt arra érti, amit mit írtam, hogy mi kezdőbök, de majd törekszek arra minden. Jöjjöttem. Hát igazából, ja. Köszönöm.
úgy, hogy ezt gondolod. Köszönöm, hogy ezt gondolod. Nem bólam. De mert nekem mondja, szóval bocs srácok, tényleg, mert csak este van már, és ezt is beszélek. Meg megsütött ma a nap, nagy vözlik, mert fájt a fejem. Csak értem, voltam jól, és azért léptem rá, vagy egy pár perceket voltam fönt. Szóval, ja. Még hozzáírom, ezért szoktam így általában csillagokkal írni. Hát ja, szoktam így ilyeneket csinálni. Random emberekre gotozok, vagy igazából. Ja, ilyenek, ilyesmi. És amúgy tényleg nagyon ajánlom, ahogy lássátok, ahogy kezdtük a OC beszélgetés, milyen volt. Rendes, nagyon jó játékos, már innen látom. Lehet, hogy most jött fel, ahogy látom a szintjéből, vagy ki tudja, lehet, hogy már régen kezdte, csak újra kellett csinálni a fiókját, vagy a... Ja, igen, például. De mindegy, én láttátok, milyen normális volt. Lehet vele beszélgetni OC-ból, nem is IC-zett, vagy meg tudja jó, hogy mit kell csinálnia. Most szívesen segítek másnak is, aki nem tudja, hogy IC... Hoppa, ICOC keverés, hogy ilyesmi. És igazából nem egyből szoktam, hogyha valaki ilyet csinál, és először játszik vagy ezen a játékon, vagy a CMTN, vagy igazából... Vagy most kezdte ezt a szervet, vagy ilyesmi, de mindenféleképpen szoktam általában izélni. Segíteni minden játékosnak egyébként. Ja, szoktam ilyen biztos, ilyen furcsán köszönni, de igazából mindenki levágja, hogy csak vízből, szóval azért jó. Szóval az nagyon jó amúgy egyébként a közösségben. Ja. Igazából most ezért nem haragszol, hogy most a admin jelenlétében IC-znek, amúgy semmit nem bánom amúgy. Igazából hát hogy is mondjam, miket beszélek. Kedvesek, meg minden igazából, de tényleg. Szóval, ja. Amúgy ti is rá fogtok nézni a csatimra. Hoppa. Általában a kérdőjelekkel szoktam nagyon bajba lenni, mert vagy ezért csak simán ezért nyomni, hogy hirtelen le akarom nyomni, és inkább veszőt szoktam általában, mert gyorsan írok, és azért szoktam általában hibázni. Igen. Vagyis le akartok. Ja, akkor jó. Most is megy egy videó, hanem probléma. Nem biztos, nem probléma, úgy, szóval, ja, normálisan úgy.
kiállással gondolni. Mert normális sem egyébként tényleg normális. Meg igazából nem szoktam műzébe úgy jailbe zárni, vagy ilyesmi igazából. Segítek neki, és hogy továbbra is csinálják, rászólok egy pár szót, utána, hát általában olyankor szoktak kapni a, is mondjam, a jailt, igen, jailt. De mondtam, de általában amikor kapja a jailt, mondtam, hogy szoktam nekik mondani OC-ba, hogy már megmondtam, vagy ilyesmi. Szóval, ja. Bizony. Normális amúgy. Egyik az elbe, egyik kocsit, a másik. A másik kocsit, a másik a kocsiból meg kirúgja a másikat. Király, jó csapat amúgy. Jó haver. Meg igazából, ja. De igazából... Aki a szerverem van, akit én ismerek, meg jó fáj, azok haverok, igazából mind. Ja. Jaj, de Isten, de hülyek. Jó van, tudom, hogy ez nem kéne egyébként, de jó van, kicsi vicc, az jó, mégiscsak belefér. Nem úgy csak egy ilyen kis videót. Szoktam általában csinálni, szóval. De hogy ne legyen az, hogy inkább, igen, inkább van isba vagyok. Szóval. Nem mindegy, Igazából most azért... Hát csak most felüplógok. Most felüplógok már. Megijedtem már a rendőrök már megint. De nem rendőr, szóval csak simán. Ott hagyták a autókat. Szóval... Na mindegy, nem tudom, hogy hova akarnak most elmenni, vagy szeretnének elmenni. De hogy látom... Újabb... Két gyerek, vagy igazából az a Levis, vagy kicsoda volt. Nikó, látom, azt fog most fellépni a drogos, mert azt mondta, hogy drogos 1990. Ja, ott is van a OC-ba, meg Dana az nem tudom, csinál. De most újabb 6 játékos jön fel igazából. Marad. Most már kivenisselem magamat, mert nem vagyok az autóban. Amúgy izé mentem volna úgy így a háztetőn is, mert most jó van, este van, nincs úgy RP, szóval... Ja, de egyébként, hogy is mondjam, ugye mit csinálnak. De egyébként, hogy is mondjam... De inkább nem csináltam azt, mert nem akartam, hogy a játékosok... meg valami olyasmi, akik úgy nem ismerik ezt a közösséget, ezt a Richard P. szervert, azt nem akarom, hogy beszóljon, azt igazából hát általában ideges szoktam lenni tőle, szóval azért. Apa. Most már verekednek, most már, ja. Hát elhagynak, ahogy látom. Ja, elég jól elmondnak. Igazából internetből is lesz videó, mert hogy írtam a előző, amit nem olyan rég tettem, hogy egy pár perccel vagy fél órára ki a videót. Igazából abban is elmondtam, hogy internetből lesz videó, mert van egy olyan nézőm, aki, hát gondolom, ahogy vettem észre a kommentjéből, eléggé
tetszett neki, mert mondta is, hogy csinálok még több átöltetés videó, szóval mindenféleképpen fogok izélni. Mindenféleképpen fogok átöltetés videókat csinálni. Lehet, hogy már holnap hozzá is kezdtek igazából. Gondolkozom, hogy sorozatot is, hogy egy nulláról felépíteni egy fullosra. De akkor viszont már rendes szerverre vagy. Igazából minden az lényeg, hogy nulláról kezdjük, vagy igazából nem tudom, hogy még sorozatot csinálok, gondolkozok ezen az egészen, hogy sorozat legyen, mert akkor igazából egy full nulláról kell kezdeni, akkor ugye a cuccokat, szóval új szervert, egy olyan szervert, ami ismerek is, meg ja. Vagy, amit, ja, igen, amit igazából ismerek. Vagy ismerek, ugye van egy például szintének is egy csomó szervója, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talán. Szóval, ja. Perva 5. Igen. Mindjárt jövök. Megyek. Mindjárt. Jövök, megyek, aj, na, no, este van már. Hát, nem sokára hajnal már, éjféle. Hát jó érzik magukat amúgy. De ezt most ezért nem zárom be, mert igazából, hogy is mondjam, nincs olyan RP. Még igazából néha egy kis kegyizik, kis ilyesmi amúgy. Nem mindig, tudom, hogy nem kéne ezt csinálni, tényvaló, de attól független most nagyon-nagyon nagy dolog, hogyha most egy ilyet beadnak. Amúgy izé a videó kedvéért csinálják, tudik. Legalábbis én szerintem. Szóval, ja. Igazából elmondom őszintén, amúgy, hogyha nincs olyan fönt, nincs olyan ember fönt, aki, vagy nincsenek annyian fönt, akkor miért ne úgy? Néha egy kis, hogy is mondjam, fanolás, nem olyan, hogy non-RP, hát, vagy igazából elmondom őszintén, hogy az lényeg fanolás, azért mégiscsak azért nem olyan rossz szerintem. Nem mindig, néha egy kicsit beadunk, szóval, ja. Na. Itt a harmadik főkolompos. Amúgy. Igazából ezt szerintem ezt a Prestont, azt szerintem direkt szívassa amúgy. Csóru gyerek. Ja. Jó fejek, mind a hárman igazából. Gyorsan elmegyek és lehívom neki a... Ja, lejön neki vizét. Utót. Na mindegy, akkor mondja egy idét, vagy már írt is. 27... 8-1. Ja. A Gethere. Get the sick. Get the car. De már. Istenem. Tessék. Amúgy. Nem baj, ha benne vagy a videó. Na, vagy is mondjam. De. Videómba. Nem bírok írni. Izolók, mint a ló, az meg. Igazából sok mindent tudnának meg erről a gyerekről például úgy. Akkor jó. A gondolod.
megadom a linket. Ociba. Osz. Majd ránézel. Hát mostan. Hogyha rá kell, azért mondtam, hogy ha gondolod, megadom a linket, OC-ba, igen, én nem tudok, rá, ez se van már, és majd, ha gondolja, ránéz, nem muszáj, nem azt mondom, hogy tudom, hogy igazából hirdetni, nem akarom a csatornát, meg remélem, hogy sok embernek nem ez fog lejönni, de szerintem tuti, elmondom őszintén, nem a hirdetés miatt, hanem konkrétan a szervert is nem azért izéltem a szervert már, hogy is mondjam, azért, mert meg akarom mutatni, hogy jó szerver ez, normális a közösség, amit eddig is elmondtam. Szóval, nagyon jó, kedvelem ezt a szervert. Meg tényleg nem a hirdetésből, akkor most adtam meg a YouTube linkemet, csak hogyha, hogy is mondjam, hogyha feliratkozik rám, akkor ebben tudom bizonyítani, hogy vagyis gondolom azt, hogy neki tetszik ez, hogyha feliratkozik rám, vagy az az illető, vagy nyomott egy feliratkozás például. A Nico is nyomott egy feliratkozás, Carlos Peterson is nyomott egy feliratkozás, Clyde Lewis is, és ebben tudom jó, hogyha egy úgy reagálnak vissza például, hogy nem baj, és egy mosolygás smiley-t, vagy emoji-t, tök mindegy, hogy ki hogy mondja, annak örülök, és annak már veszem észre, hogy onnan már tudom, hogy tényleg nem bánja, hogy benne van igazából. Szóval tényleg nem bánja. Innek ezek csak örülök igazából. Meg normálisan válaszoltak, nem bunkon igazából. Szóval tényleg. Itt élő példa, hogy ez tényleg jó szerver. Szóval, ja. Nekem nagyon tetszik, kurva jó, amúgy. Nagyon jó. Bizony, bizony. Hát igazából G2-t RP-ből is szerintem, ja, abból is lesz videó. Én szerintem. Ja. Szóval meg igazából Unturnedből is, ahogy szoktam. De majd még meglátom, miből lesz. De mindenféleképpen lesz videó szerintem. Hát, hogyha úgy vesszük, inkább már ma. Köszönöm szépen. Remélem, hogy tetszeni fog majd, amit kiteszek. Isten, nem bírok én, amúgy, úgy bírom azt amúgy. Isten. Amit. Sorry. Hogy. Hely. Sorry, csak. Gyorsan írok. Ja, meg igen, tényleg általában nekem azt nálam azt szokott tenni, hogy tényleg azon, hogy hogy is mondjam, gyorsan írok és helytelenül írok, vagy elfelejtem space-t írni és írom, az is szokott, az is szokott lenni úgy. Szóval, ja. Na, mindegy. Én léptem, de
léptem, de szerintem... Szerintem még egy gyors képet tolok. Tolok, akik fent vannak. A saj, aki minden ki jöjjön, jöjjön PD-hez, mert képet fogok csinálni. Fix veket, a hő is eljön. Ja, a képet fogok csinálni egyébként amúgy. Jaj, tényleg. Ja, gyorsan egy jó kis képet. Na akkor csinálok gyors egy képet szerintem utána megyek. Starting? Nem baj, ez jó kis izé kép lesz ez. Jó el lehet hülyéskedni velük, meg normálisak, ahogy mondtam. Szóval, ja. Meg amúgy, ahogy mondtam, jó szerú is. Jaja. Szerintem holnap tervezek egy jó kis LP-t. Nem tudom, hogy milyen lesz igazából, de majd meglátom mindenféleképpen. Mindegy. Gyors megcsinálom a képet. Mindegy. Várjál. Ő is jön, gondolom ezek szerint. Igen. Na, akkor megy a kép. Na akkor nyomok egy képet, és szerintem ez lesz a index kép. Na, meg is van. Na, még egyet csinálok egyfelé. Kettőt csináltam. Na, hát ez meg is lett volna. Igazából szerintem itt el is köszönök, meg el is érkezünk a videó végére. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és a következő videóban majd találkozunk, és nyomjátok be a csengőt. Sziasztok!